Budapesten a tömegközlekedési járműveknek naponta több mint 4 millió utast kell elszállítaniuk. Az utasok elszállításában a fővárosi autóbusz üzemre is nagy felelősség hárul. Az utasszállítási igények kielégítését nem csak nyáron, száraz időben, hanem télen, havas útviszonyok esetében is biztosítani kell. A sikos utakon a biztonságos közlekedés érdekében a járművek csak csökkentett sebességgel, fokozott óvatossággal közlekedhetnek. Sebességcsökkentésre azért van szükség, hogy a gépjármű az összeütközés és a gyalogosok elütése előtt bármikor biztonságosan megállítható legyen. A téli közlekedés nagyobb felelősséget hárít dolgozóinkra. Lelkiismeretes és figyelmes munkájuk lehet csak biztosítéka a balesetek megelőzésének. A film a hibákra is rákíván mutatni, hogy azokat megelőzve készüljünk fel a téli üzemeltetésre. Ha a gépkocsi vezető például nem veszi figyelembe a sikos út miatt megnövekedett féktávolságot, és az autóbusz sebességének kellő csökkentése nélkül halad a megállóhely felé, az autóbusz megcsúszása balesetet idézhet elő. Előfordul, hogy a gépkocsi vezető a megállóhelynél a hórakást figyelmen kívül hagyja, ezzel megnehezíti az utasok le- és felszállását. Az úttest jeges, a túlzott gázadagolás következtében a hátsó kerék átforog, ami megnehezíti az indulást, és a gumiköpeny kopása, a surlódás miatt, nagymértékben megnő. Az egyenetlen úttesten, sebességcsökkentés hiányában a fordrugólapok a fokozottabb igénybevétel miatt eltörhetnek. Javításuk és pótlásuk nagyarányú többletmunkát hárít műszaki dolgozóinkra. Hidegebb időjárás esetén a légvezető csövek befagyhatnak. A levegővel működtetett berendezések üzemképtelenné válnak, ezért az autóbuszt a forgalomból ki kell vonni. A vonalszerelő csak nagy nehézségek árán tudja a befagyást megszüntetni. Az autóbuszokat ellenőrzik és elvégzik a szükséges javításokat. A hideg idő beálltával a motorokat éjjel is járatják és ellenőrzik. A hó ügyeletes, az üzemidő befejezése és a következő napi üzem kezdet előtt ellenőrzi a hegyi járatok útvonalát. Sikos és havas útszakaszról jelentést küld a központi tiszti ügyeletnek.
központ értesíti a köztisztaság ügyeletét, és ennek alapján azonnal megkezdik a sikosság megszüntetését. Gépkocsi vezető és kalauz dolgozóink még a téli időjárás beállta előtt szakmai továbbképzésen vesznek részt, ahol útmutatást kapnak a rendkívüli időjárás következtében rájuk háruló feladatokról. Vezetőnek a garázsból való kiindulás előtt ellenőriznie kell a gumiabroncsokat, a hűtővizet, a hűtőtakaró állapotát, üzemanyagot, a motorolaj mennyiségét, a fagymentesítő feltöltését, az elektromos berendezés üzemképességét. Ellenőrizni kell a légtartályokban lévő légnyomást és az ajtók működését. Még alszik a város. Üresek a nappal zsúfolt utcák és terek, de forgalmi dolgozóink már ott ülnek a kormánykerék és a kalauzi asztal mellett. A forgalom irányítói felkészülnek az autóbuszok fogadására. Salakozással biztonságosabbá teszik a végállomás tetét. Ellenőrzik az autóbuszok utasszállítási követelményeit. Az indító ellenőr csak ilyen előzmények után engedheti első útjára az autóbuszt. Havas jeges úton a gumiabroncsok tapadása nagy mértékben csökken. A fékút vizes úton körülbelül egyharmaddal, nyálkás úton a felével, jeges úton háromszorosával növekszik meg. A sikos útviszonyok miatt más járművek mellett való elhaladás közben az oldaltávolság betartása rendkívül fontos. Hegyi járatok útvonalán ki kell használni az úttest nagyobb tapadási részeit. Megfelelő sebességi fokozat biztosítja az autóbusz a megfutamodás ellen.
a megállóhely felé közeledve az üzemanyag betáplálást már kellő távolságban meg kell szüntetni. Megfelelő sebességfokozat kapcsolása és gyenge fékezéssel csúszásmentesen megállítható az autó. Kevés gázadagolás mellett azzal a sebességi fokozattal kell elindulni, amellyel az autóbusz a hátsó kerék átforgás nélkül elindul. Motor meghibásodás esetén a műszaki ellenőr kiérkezéséig, ha a víz befagyásától lehet tartani, a vizet le kell engedni. Ha ez a víztelenítő csapon nem lehetséges, az alsó gumicsövet át kell vágni. Télen különösen fontos, hogy gépkocsi vezetőink a végállomáson is rendszeresen ellenőrizzék az autóbusz üzemképességét. Rendszeres ellenőrzéssel a nagyobb meghibásodás megelőzhető. A hűtőtakarókat a motor hőmérsékletétől és az időjárástól függően a szolgálati idő alatt többször is be kell szabályozni. Országos közlekedés mellett forgalmi dolgozóink étkezési lehetősége biztosítva legyen. Hűvös időben az utastér ablakai bepárásodnak és befagynak, a párásodás kellő számú szellőző ablak nyitvatartásával csökken. Szürkülettől napkeltéig az autóbuszt ki kell világítani, hogy az kellő távolságból észrevehető legyen. Figyelni kell arra, hogy a lámpák fénye a többi jármű vezetőit ne zavarja. Látási korlátozottság esetén az autóbusz csak olyan sebességgel szabad vezetni, amely mellett az belátható útszakaszon megállítható. Gépkocsi vezetőink udvarias magatartása a közlekedés többi résztvevőivel szemben elengedhetetlen előfeltétele a biztonságos közlekedésnek. Kalauz dolgozóink figyelmes magatartása mellett az utazó közönség nyugodtabban viseli el az időjárás okozta zsúfoltságot. A sikos, jeges útviszonyok, a látási korlátozottság, a nagyobb utas létszám, az autóbuszok üzembiztos állapotban való tartása fokozottabb helytállást követel forgalmi és műszaki dolgozóinktól. A téli időszakban is dolgozóink helytállása biztosítja a közlekedés.